Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nem könnyű egy ilyen témát így kezdeni, de aki Tóth Zoltán József munkásságát ismeri, becsüli, vagy számon tartotta, az pontosan tudja, hogy amit elvetett itt a Földön, az kinyílt az égben. És ha kinyílt az égben, akkor nekünk itt a Földön azért maradt reménységünk. Mátyás király a vitatott történelem vitatott személyiségévé vált az utóbbi időszakban, és hát nem panaszkodással, meg dolgással akarom kezdeni, de élek a gyanúperrel, hogyha történetesen ezt nem Mátyás király évének nyilvánították volna, akkor úgy különösebben nem nagyon lenne ingerencia és érdeklődés. Persze kivételek vannak, és akinek nem inge, ne vegye magára. Egy biztos, Mátyás király olyan örökséggel rendelkezik, hogyha a magyar történelemben, magyar művelődés történelemben, hagyományban csak egyetlen egy ilyen jelenség, alakzat létezne, már a jövőnk biztosítva lenne. Tehát kicsit nekünk fáj a nagy múltunk, fáj az, hogy sok, ha egy kicsit kevesebb lenne, vagy jóval kevesebb, akkor lehet, hogy egy kicsit erőteljesebben tudnánk a figyelmünket összpontosítani. Tehát gondoljuk végig, nincs az életnek olyan területe, ahol nemzedékről nemzedékre, évezredes nagyságrendben a nemzet életében jelentek volna meg szellemi óriások. De hát, ha egyszer törpekorban élünk, és ha egy kicsit egy valaki sudarasabbnak látszik, már az is óriási kiemelkedésnek tűnik. Ami nem túlságosan szimpatikus az utóbbi 10-20 év történelem alakításában, és itt nem arról van szó, hogy van egy hivatalos történelemtudomány, meg vannak olyanok, akik ezzel szembe szegülnek, hanem arról van szó, hogy történelem hamisítás, történelem torzítás, történelem alakítás, mesterséges deformálások, formálások, azok minden korszakra jellemzők voltak. A mi időnkre viszont nagyon jellemző, és nem pozitív irányba, hanem negatív irányba. Elmondok egy nagyon egyszerű, illusztris példát. Rádió műsorban népszerűsítő történelmi munka, több fejezetben szép, regényes összefüggések, tényleg megható tálalásban, ez kicsit ironikus felhanggal jegyeztem meg, Drakuláról volt szó. Na most Drakula hirtelen kiderült, hogy ez 3-4 évvel ezelőtt. Kiderült, hogy nagyon tehetséges ember volt, nagy formátumú politikus, hadvezér, tudós, diplomata, minden jót, amit úgy el lehet mondani fenntartások mellett, azért úgy sikerült elmondaniuk, és hozzátették, hát természetesen mindenki tudja, hogy hát azért van egy kis probléma. Jó, hát van egy kis probléma, mert szadista volt, de hát előfordul az a történelemben, meg az életben, hogy ilyen tehertételek valakinek a pályafutását befolyásolják. Ja, és magyar származású volt. Hunyadi Mátyás, lapozunk, Hunyadi Mátyás. Tehát, hogy mihez tartás véget? Mátyás király nem is volt nagy uralkodó, nem is volt jó uralkodó, nem is volt igazságos, hiszen nyúzta a népet, adóztatott, ezt nehogy így jegyezzük meg, csak fogjuk fel, hogy milyen időket élünk, és úgy tűnik nem fogjuk fel. Nos, egy biztos, ha egy nemzedék életében nincs igény az igazságra, és ráhagyják a torzítókra a torzítást, akkor nem a torzítókat terheli a felelősség. Hát az Éj és Gyulát is érdemes néha megemlíteni, hogy ahol zsarnokság van, vagy ahol gondok vannak. Ott azért nem árt tudni, az kell egy partnerség is. És hogyha egy társadalom nem hököl meg, nem nyilatkozik meg, nincs egészséges visszajelzés. Hát akkor, ahogy mondani szokták, szabad a pálya, szabad a gazda. Na most, hogy miért éppen Mátyás király, ennek nagyon egyszerű az oka.
Szent István korát idejét már sikerült úgy kenetteljesen széthazudni, hogy ott már nagyon nehéz tisztán látni. Pedig éppen elég forrásunk van, hogy tisztán lehessen látni. Én gyerekkorom óta ugyanazt az augusztus 20-ai műsort tapasztalom, mint ami tavaly volt, vagy azelőtt volt, vagy azt megelőzően, tehát lényegben nem változik. Attilát pedig már leválasztották a magyarság múltjáról. Már egy átlag valamit magára adó értelmiséginek látszó legyen értelmiségi, az értelmiségi rangját azzal méri, hogy gyakorlatilag a magyarságnak a huni gyökereit, a magyar gyökereit, Attila korát, azt egészen egyszerűen megtagadja. Én megmondom őszintén, hogy ez nem túl értelmes hozzáállás. Miért? Mert az egész irodalom történetünk, ha nem tűnt volna fel, művelődés történelmünk, Attila centrikus. Sőt, az építészetünk is, sőt, a közéletünk is. Országház épületében van egy terem, vadászterem. Ott van egy freskó. Most, amikor építették az országházat, ez még nem volt kérdés. Csak hogy még Trianon előtt voltunk, a mihez tartás véget. Tehát azért ezeket nem árt tudni, hogy hirtelen elkezdtünk megokosodni. Hát amióta ennyire okosak vagyunk, annyira gondoljuk, hogy mindent tudunk, hát így megy le gyakorlatilag a minden területen a nemzetnek az összmutatója. Na most egy biztos, a vadászterem azért vadászterem, Körösvői Kriss Aladár festette, Gödöllői Feskő is, festő is a freskó. Tehát ez még nedves volt a vakolat, amikor festi. Freskóról van szó, ez csak a vakolattal leválasztható festmény. Attila király vadászata. Attila megmenti testvérét, Budát. Tehát nincs kérdés, ha nem tűnt volna fel. Magyar himnusz, lehet berzenkedni, de van egy probléma, magyar himnusz is Attila-centrikus. Miért? Hát nem kell mindig kimondani, hogy Attila. Általad gyert szép hazád Bendegúznak vére. Bendegúz Attila királynak az édesapja. Bakai Kornél időnként egyszer egy interjúban nyilatkozta, de mások is, még egy Nemes Kürti István is megjegyezte, amikor élt. Dümmer Dezső nem egyszer megfogalmazta. Hát a probléma az, hogy ma már középiskolai szintű tanár sem tudja sokszor, hogy ki volt Bendegúz. Na most van egy probléma, akkor melyik néphimnuszáról van szó? Hogyha divat a magyar irodalom történelem képét történelem órán megcáfolni, de ugyanakkor fel kell mondani a leckét. Hát gondoljunk Petőfi Sándorra, Arany Jánosra. Adi Endre olyan, amilyen, összetett jelenség, rendkívül izgalmas, hát azért neki is őstörténeti képe van. Hát többször említi azt, hogy Szittya, meg Hunnia, meg Attila az egész történelmünket Gógtól Magogtól felmondja. Most az emberen felmerülnek a kérdések, mi történik itt? Úgy nagy vonalakba. Hát előbb a történelem kerül ám, na de megy vele a művelődés történet is. József Attila, hát most nem természetes, hogy itt idézem, de hogy érzékeljük, hogy mennyire lényeges ügyről van szó. Kurrikulum vitébe leírja, halála előtti életrajzol, hogy ő hogyan lett magyar költő. József Attila olyan kortársainak ismerte fejből a versét, akiket mi nem is tartunk számon. Petőfi azért nem kevés verset hagyott maga után, az összeset fejből tudta. Ráadásul, ha Attilába öltözött Attila már, mint József Attila, akkor még Hatvani Lajos is megemlítette, hogy úgyis Petőfiről akar filmet forgatni, Attila, te játszod majd a főszerepet, mert annyira hasonlítasz Petőfi Sándorra. Hát vékony nyak, ismerjük a megjelenést. Tehát végeredményben József Attila költő. És azt írja, egy költő nevét nem írja le a kurrikulum vitébe. Gyermekkoromban Attila királyról szóló olvasmányok kerültek a kezembe. És nem csak azért érdekelt a nagy király története, mert az én nevem is Attila. Magyarul ez mit jelent? Ha nem Attilának hívnának, akkor is érdekelne. Miért? Mert Petőfi Sándor is megénekli. Meg mindenki, Vörös Marti Mihály. Hát Attila nyelvéről, anyanyelvéről beszélnek, Berzsenyi Dániel. Hát ez nem vita téma. Valaki vitatkozni akar,
4 évenként megteheti. Tehát bármit meg lehet tenni jelen pillanatban, de az igazság az kötelez, azt gondolom tudjuk. Na most ilyen alapon tehát visszatérve, az ember meghökkenve tapasztalja, hogy hozzánk még nem értek el ezek a hullámok, pedig nagyon nagy fogyasztója a magyar társadalom mindennek, ami médián keresztül érkezik. Ilyenkor érdekes módon senki nem reagál. Amikor szépen elmondják, de nagyon kenetteljesen, nagyon felkenten, nagyon felkészülten, hogy Mátyás nem is volt nagy király. Nem is volt jó király. Középszerű, középhatalom. Magyarország az egy átlagos középhatalom volt. Na most ilyenkor nincs betelefonálás, hogy valaki feltenni a kérdést, hogy akkor tessék megmondani, ha mi középhatalom voltunk, akkor a környezetünkben ki volt nagyhatalom, világos? Tessék egy nagyhatalmat megnevezni. Ja, nincs. De azért semmi probléma. Hát aki tájékozatlan, már elnézést, ha valaki egy erdőbe bemegy, nem ismeri az ösvényeket. Hát vak szerencse kell ahhoz, hogy mondjuk az erdő túloldalon kitaláljon, valószínűleg botorkálni fog. Olyan a közéletünk jelen pillanatban, hogy az átlag műveltséghez hozzátartozik egy átlagon felüli műveletlenség. De ezt most komolyan mondom. Nem tudom, hogy hogy alakult ki, és ráadásul párosul egy önhittséggel, mintha tényleg tudnánk dolgokat. Nos, ilyen a nemzet életében még soha nem volt, hogy alapvető dolgokat magáról ennyire ne tudjon, mint ennek a nemzedéknek az életében. Ezt azért hozzá kell tennem. Na de nem volt jó király, nem volt nagy király, adóztatta a népet. Na de vissza kell kérdezni, és miért adóztatta? Akkor nézzük meg, számoljunk el. Hát azért, mert éjjel-nappal háborúzni kellett legalább két nagy hatalom ellen. Az egyik a német-római császárság volt, a másik meg a török birodalom. És Mátyás ahelyett, hogy a török ellen fordította volna csekély tehetségét, ezt most nehogy így jegyezzük meg, de hát majd jönnek ezek a mondatok is, bármennyire hihetetlen. Miért? Meg kikopik a nagy emlékezet, és utána bárki bármilyen adat hordozót egy nemzedék emlék világába be tud helyezni, és akkor az lesz az emlékezet. Hát már nagyapám is azt tanulta, és ha butaságot tanult, akkor mi az értéke? Az, hogy már őt is, hogy úgy mondjam, utána járás ellenes módon nevelték, vagy alakították. Magyar népmesék végén ott van, aki nem hiszi, járjon utána. Egyszer meg kell győződni dolgokról, utána kell menni a dolgoknak. Amikor Mátyás elindítja a török ellen a hadjáratot, akkor a német-római császár hátba támadja. Ráadásul ezek az események időnként római pápák elé kerülnek. Például a II. Pius pápa nem egyszer kénytelen volt figyelmeztetni legátusán keresztül Habsburg Frigyes német-római császárt, hogy ne támadja meg a magyar királyságot, mert ha nem lenne a magyar királyság, akkor kivédelmezni Európát. Felséget védelmezni, mármint Habsburg Frigyes. Na most újabb divatos jelenség. Mátyás mindezt egy propaganda gépezettel, felismerte a propagandában rejlő lehetőségeket, és tulajdonképpen európai közvélemény szeme előtt így akarta magát tisztázni, hogy ő azért nem harcol a török ellen és foglalja el Bécset, mert hát Habsburg uralkodó az így viszonyul az országhoz. De mint tudjuk, hát ez azért nem egészen így van. Akkor hogy van? De mint tudjuk. Mert ez is egy kulcs, szóval ez egy varázsszó. Mint tudjuk. Általában mondjuk, aki ott ül a képernyő előtt, nagyon sok mindent nem tud, és ha hall egy ilyen kis összekötő, mint tudjuk, hát akkor biztos úgy van. Hát miért már mint tudjuk? Azért ezek elég olcsó, hogy úgy mondjam, fogások, de úgy tűnik, hogy nagyon hatásosak. Tehát mindig vannak ilyen hatásos szóbeli megoldások.
Minden esetre van olyan, hogy Győr várát is, városát is elfoglalja Habsburg Frigyes, és abban a székes egyházból, most Szent László Hermája látható, oda a katonák a lovaikat kötik ki, mint tudjuk. Tehát nem propaganda gépezet terjeszti, mint tudjuk. Aztán még továbbiakban lehetne mondani, hogy nem is volt igazságos, mert ez mindennel együtt jár, hanem hogy alakult ki ez a Mátyás király hagyomány, ez a szenvedélyes ragaszkodás hát egy ilyen uralkodóhoz. Hát egyszerű a módja, teltek múltak az évszázadok. Közben három részre szakadt az ország, két részre szakadt a vallás, idegen dinasztia került a nemzet nyakába, hát ilyenkor mit csinál a magyar? Visszasírja, álmodja a régi múltat, hát nyilván kit fog visszaálmodni? Mátyás királyt. És egyszer csak kialakul egy mondai, mitikus, regős, regényes, hát az a Mátyás hagyomány, hát aminek nem azok az eredeti gyökerei, ezek egy sóvárgásból erednek, amelyek hát hozzá kell tenni, meglehetősen új keletűnek tűnnek. Na most ehhez képest izgalmas részek még csak most jönnek, és nem is jártál ruhában. Nem is jártál ruhában. Tehát Mátyás nem jártál ruhában. Hát most elnézést, de az is álruha, hogyha valaki mondjuk nem mindig királyi ornátusba jelenik meg, de mit akar ezzel mondjuk valaki határ nem is jártál ruhában? Tehát azért a történelemnek van lelke is. Miért? Mert az embernek is van lelke. Tehát kicsit lelket lenni, nehogy már itt lelkesedjen valaki, meg elindítson képzeletet leginkább gyerekek lelki világába. Hát azért nem is járt álruhába. Na most ehhez képest nem árt tudni, hogy Szent István is járt álruhába, ráadásul a legendája, és elmeséli, hogy időnként koldusok közé, koldusnak öltözve keveredett be. Aztán nem is mondok én többet, de azért egyet mondok, negyedik Béla unokája, ötödik István fia, a híres Kun László király. Lodomér esztergomi érsek is leírja, teljesen érthető az ellenkezése, a felháborodása és a féltése. Miért? Mert a király álruhába, 28 éves korában már meghalt Kun László. Tehát úgy ki lehet számolni, mondjuk 22-23 éves korában, vagy 26 éves korában, tatárruhába öltözött. És elment olyan messzire, ő maga is megfogalmazza, hogy hát bizony a Vazul, ezt én teszem hozzá, Vazul fiúk óta, András Béla és Levente óta, hát olyan messzire, keletre gyakorlatilag bizonyítható módon királyi előd vagy a családból, a nemzetségből leszármazott, bizonyítható módon, hangsúlyozom, belátható időn belül nem ment el. Ez nem áll ruha. Aztán irodalmi vetélkedő, Toldi, ha már van szerelme is Toldinak. Hallottunk-e arról, hogy kezdődik Arany János műve? Hogy kezdődik? Hát van egy ilyen kis suhanc kinézetű, garabonciás kinézetű fiatalember, aki álruhában járja az országot, és nem Mátyás királynak hívják, hanem Nagy Lajos magyar király. És Bonfini is leírja, hogy mint tudjuk, Nagy Lajos, hát 40 évig uralkodik, volt ideje egy kicsit kipróbálni a magát népe közepette, ugyanis nem csak arra volt kíváncsi, hogy neki mit mondanak, innen, onnan, amonnan, hanem utána akart járni, hogy a nép mit mond a királyról. Ezt javaslom mai vezető politikusoknak is, világpolitika formálóinak. Időnként egy afganisztáni kunyhóba érdemes betérni, elbeszélgetni, úgy füstölés közben erről, arról, amarról, hogy hogy alakulnak a dolgok és a változások. De hát a prérin is meg lehet ezt tenni, Amazonas őserdőbe. Tehát vannak lehetőségek az életbe. Minden esetre leírják Nagy Lajosról, hogy bizony nem egyszer,
szegény embernek öltözve, legszegényebbek kunyhóját kereste fel, és úgy alakította, formálta a beszélgetést, hogy hát a királyra terelődjön, hogy mi a vélemény a királyról. És őszintén elmondták. Na most utána mit csinál a király? Hát nem bosszút forral, hogy hogy lehet, ha rossz a vélemény, hanem visszamegy Budára, és ennek a véleménynek a hatása alatt kivizsgál dolgokat, és megpróbálja saját hibáit javítani. Aztán Báthori Zsigmond, nem tudom, hogy hallottunk-e róla, Habsburg hercegnő lett a felesége, és amikor érkezik Bocskaival az élem, mert ő megy érte, Bocskai István, akkor tudni való, hogy a úgymond a leendő feleség, hát nem tudta, hogy Báthori Zsigmond, és hát nem a legjobb fejedelmek közé tartozott Erdélybe Báthori Zsigmond, rendkívül érdekes, összetett személyiség volt. Hangsúlyozom, hihetetlen tudással, csak éppen a hatalom mindennapi fejedelmi szintén való gyakorlása, az nem az ő világához tartozott. Na minden esetre nem mentegetni akarom, csak hogy érthető, ezek nem műveletlen emberek voltak. Tehát koruknak a elképesztő szellemi csúcsait képviselték. Báthori Zsigmond, bármennyire hihetetlen, álruhába öltözik. Felesége elé megy, és sokan az utókor közvéleménye azzal magyarázza, hogy elhidegült a feleségétől, meg keresik az okot, hogy gyakorlatilag miért szerette magát távol tudni feleségétől. Mindenféle, hát a férjel előfordul egyébként, mindenféle kapcsolatrendszeren belül előfordul, hogy valaki szeretne inkább a világ túlsó végén tartózkodni, de ő általában minden nap. Tehát számára ez egy mindennapos állítatos gyakorlat volt. És azzal magyarázzák, hogy mert éppen gyengélkedett, tényleg megbetegedett útközben ez a állítólag valamennyire mégiscsak szép, ez olyan annyira lelombozó hatással volt rá, tehát hangsúlyozom, még az okát is keresik, hogy talán ez. Na most, hogy érthető legyen, mi az, hogy nem járt álruhába valaki? Mondjuk egy Mátyás király. Az egész történelmünk tele van. És bizonyítható szinten van jelen. És Mátyás királyt hát még a cseh katonaság is elfogja a cseh háborúk idején. Ezt hadtörténeti munkák is leírják. Tehát nem vita. Annak köszönhette, hogy éppen sikerült megúsznia, hogy rendkívül jól beszélte a cseh nyelvet. És cseh parasztnak volt öltözve, mert szeretett mindig előre menni, hogy ő maga fürkészze ki azt, hogy a hadi helyzetre hogyan kell felkészülni. Nem beszélve arról, hogy a boroszlói jegyző is leírja, az egyik boroszlói jegyző. Tehát, hogy érte, ez nem mondai hagyomány, ez kortársi beszámolás. Ez nem az utókor emlékezetébe összesűrűsödnek korszakok, jelentős személyiségek pályái, és tényleg máshonnan is rárakodnak olyan események, tettek mondai sűrűségben, ami esetleg vele soha nem történt meg, de így begyűjti az előző mondai hagyományokat is. Tehát nem erről van szó. Például 10-szeres túlerő. Na most ezt a hadjáratát hadi akadémiákon tényleg tanítják. Na most érdekes módon mi erről nem nagyon tudunk. Miért tanítják? Azért, mert az aktualitásából, hiába volt az 1470-es években az esemény, semmit nem veszített. Sőt, a modernkori hadviselésnek gyakorlatilag minden, ahol még emberi értelem, leleményesség, ügyesség, okosság, valamennyit bátorság, hősiesség számít, hát itt van az alapja. Ugyanis városi harcok. Hát az emberiség nagy része már rég városban lakik. Több, mint a fele. A föld golyób is lakosságának több, mint a fele már városban lakik. Tehát konfliktusok zöme, ne felejtsük el, hát nem akarok közelmúlt Szarajevó ostromától kezdve Groznyig bármit meg lehetne említeni. Ha lépten nyomon városi harcokról van szó. 10-szeres a túlerő. Ráadásul délről a török, északon, kivételesen északkeleten nincs jó szomszédunk. Miért? Mert a lengyel király se pártfogolja a magyar királyságot ezekben az időkben. A cseh király végképp nem,
Habsburg Figyes meg legmerészebb szeretettől áradó álmaiban sem. És még krími tatár seregek is vannak az egyesült lengyel, cseh, német seregekkel. Megoszlanak a vélemények, hogy mennyien lehettek, de a mindent egybevetve, ez egy jó erős, majdnem 100 000-es sereg volt. Mátyás Boroszló, tehát kint vagyunk a Kárpát-medencében, ma Wroclaw, tehát kívül vagyunk. 10 000 fős katonasága sincsen. Most egy ilyen helyzetben mit lehet tenni? Tehát tényleg mit lehet tenni? Bakócz Tamás, aki majdnem római pápa lesz majd a következő évszázad, elején itt lép fel a történelem és a világtörténelem színpadára, hát akkor is már érzékelte rajta Mátyás, hogy tehetséges fiatalemberről van szó, és hát a kancellárián ilyen titkár féle állást töltött be. És itt van ő is a táborban. És azt próbálják megtárgyalni, hogy egy ilyen szorult helyzetbe, hát ahol hatalmas a túrelő, és meg itt vagyunk Boroszlóban, most mi a csodát lehessen csinálni? Bezárkozzunk-e a várba? Na igen, nem, akkor az életbe innen nem jövünk ki. Mert körbezárják a várat. Vagy kimenjünk, na de akkora a túlerő, hogy akkor meg mit tudunk kezdeni mondjuk az ellenséggel. És akkor Bakócz Tamás szerényen csak annyit mondott, hogy kint is legyünk, meg bent is legyünk. Szokjunk hozzá, hogy az életben igen gyakran előfordul, hogy nem vagy-vagy, hanem is-is a megoldás. Tehát meg kell tartani a várat is, de ugyanakkor pedig kint is kell lenni. Nos, Mátyás egyből átlátja, hogy ez zseniális ez a terv. Miért? Mert így az erők legalább két irányba kénytelenek, kétféle hadászati mód ellenkéntelenek már működni. És zseniális gyorsasággal elintézte azt, hogy Boroszló környékéről gyakorlatilag minden élelmiszert mozdíthatót begyűjtött. Egy-két hét felkészülési ideje volt Mátyás királynak. Onnantól kezdve kis alakulatokkal, tehát ilyen könnyű lovas csapatokkal, nem a fő hadosztályt meg a szárnyakat támadta, hanem az utánpótlás vonalakat. És ki lehet találni, mi történik. 100 000 éhes gyomor előbb-utóbb, mondjuk október idején, hát már nem kívánja annyira a hadakozást. Aztán jött még egy húzás a Mátyás királynak, mondván, hogy akkor egy kis lélektani ráhatás is. Egy hatalmas emelvényt ácsoltatott, amit kintről is lehetett látni, és éjjel-nappal azon az emelvényen magyar vitézek boroszlói lányokkal járták a palotást. Éjjel-nappal. Most azért képzeljük el ezt a helyzetet. Tehát még arra is van leleményessége, vagy humora, vagy hogy semmi ne maradjon ki az életvilágából, hogy az érzékeltetni kell, hogy nem csak arról van szó, hogy mi minden nap jól tudunk lakni, jól is érezzük magunkat. Nekünk mindegy, hogy meddig tart az ostrom. Egészen mindegy. Aztán Szapolyai Istvánt, Kinizsi Pált, Szapolyai Imrét megkérdezi, hogy tudnánk-e 1000 jó lovas nélkülözni. Erre mi a válasz? Már hogy tudnánk? Hát örülünk, hogy így is nagyon kevesen vagyunk. Na addig megy a kérdezés, még azt mondják, jó 1000-et tudunk, de jó, igen, akkor most ez az 1000 ember megtámadja és elfoglalja Lengyelországot. És mi történik? Tehát, hogy érzékeljük az összetettséget. Na most ehhez képest nem is volt jó király, nem is volt nagy király, nem is járt áruába, nem is értett semmihez, túlfeszítette a magyar hadakozást, ja, mert nagyhatalmi ábrándja volt, német-római császár akart lenni. Igen, de miért akart az lenni szerinted? Szerinted miért? Mert senki nem tudta megoldani azt a kínos kérdést, hogy tulajdonképpen egy ilyen török nagyhatalom mit keres Európa belsejébe. Valahogy, mintha mai idők köszönnének vissza. Szöveg van, tehát jöjjenek. Jöjjenek, semmi probléma. Na minden esetre tehát idáig
történnek a dolgok, és miért volt ekkor a lengyel Kázmér király, hát nem túl barátságos a magyar királyság felé. Nagyon egyszerű erre a válasz. Tehát nem a lengyel népről van szó, hát keresd most elnézést, hát neki volt egy felesége. A felesége az 5. László magyar királynak a testvére, Erzsébet. Kifejeztette le Hunyadi Lászlót. 5. László. Tehát ez mit jelent? 5. László testvére igényt tartott a magyar trónra, és Mátyás király jogosultságát nem ismerte el. Vagy neki, vagy a férjének, vagy közösen, vagy az egyik fiú gyerekének. Hát ott nem Ú László majd 1490-ben jön, hogy érthető, tehát az egyik gyerek tényleg trónra fog kerülni. De még Mátyás életében megpróbálják Kázmért, aki egy szent életű királyfi volt egyébként, nem is élte sokáig, tehát ő teljesen más pályát választott ezután a sikertelen kaland után, vagy kudarc után, tehát nem kereste a történelmi világgal való kapcsolatát, ő inkább egy szent életű királyfiként élte tovább az életét. Na most mi történik? Mátyás azt is parancsba adja, hogy lehetőleg, hát nyilván itt nem arról van szó, hogy kardélre hányni Lengyelországot, hanem látványosan. Tehát az úgynevezett lelki hatás, tehát ahol járnak és valami gyújtható van, éget, ott minden égjen. Miért? Hát mert az azért nagyon látványos. Azt gondolom érzékek, és sehol ne álljanak meg. Minden esetre a lengyel királyné Kázmérnak indítja a postát, hogy azonnal forduljon vissza, mert a magyarok már Krakkó külvárosait is elfoglalták. Krakkóba volt a székhely. Na most ezt csak azért előlegeztem meg így bevezetőbe, hogy érzékeljük, hogy itt a boroszlói jegyző leírja, hogy az egyik alkalommal Mátyás király nyilván nagyon jó, megbízható ló hátán, de álruhába, felül egy lóhátára, és az ellenség hadi táborán keresztül vágtat. Miért? Mert személyesen akar meggyőződni bizonyos dolgokról. Na most ez nem álruha. Hogyha a többit, ez már egyébként kettő, mert a cseh katonaság, mint cseh parasztnak, amikor öltözött, elfogta, amikor Pogyebrád Györggyel folyt a háború a cseh uralkodóval. És még megint egy egyszerű történet, hogy mennyire ismert volt ez az áruhás ügy, csak azért hozom így elő kicsit dagályosan, hogy nincs történész, aki ne tudná, hogy érthető legyen. Nem kell történésznek lenni, tényekről van szó. Akkor honnan származik olyan kijelentés, hogy nem is? Mert ha valaki nem tudja, akkor egy biztos általános iskolás szinten sincs. Ezt meg nem nagyon lehet elképzelni. Tehát kinek az érdeke, miért történik ez? Egyáltalán mi történik jelen korunkban, mondjuk a úgynevezett történelmi világunk belsejében? No, de rövidre zárva, Beatrix érkezik. Az édesapja, nápoly-szicíliai király figyelmezteti, hogy édes lányom, mert én nem magyar források, tehát hogy érthető legyen, ez Beatrixhoz tartozó történetírói hagyomány, figyelmezteti az édesapja, hogy nagyon vigyázz, abban a pillanatban, amikor átléped Magyarország határát, mindenkihez légy nagyon kedves, mert nem tudod, hogy kinek áruhájába bukkan fel a férjed, a leendő férjed. Na most erről ennyit. Na most visszakanyarodva a végső summázathoz, tehát hogy nem is volt igazságos, és még jön egy érdekes dolog, ja, és nem is volt magyar származású. Ja, akkor milyen származású volt? Tehát az ember úgy érzi, hogy hát azért ennyire Drakulával, hogy mondjam, ez nem szinte egy hónapon belül történik, hát az ember föl se figyel erre. És a déli harangszó, mint hallottunk róla, hát az nem azért van. Hát egy illúzióval megint kevesebb.
1990 előtt, lehet, hogy rosszul tájékozottam, de úgy általánosságban senki nem merte megkérdőjelezni a déli harangszónak a történelmi, hogy úgy mondjam, vonatkozását. 1990 után, és főleg 17 éve, úgy hirtelen, hogy felerősödött. Hogy az nem is úgy van, akkor hogy van? Na, országházba séta. Ugyanis nem csak vadászterem van, hanem Nándorfehérvár terem is. Miniszterelnöki dolgozószoba. Nándorfehérvár terem, vajon mitől Nándorfehérvár terem? Jó, el nem tudom képzelni. Azért jelzem, hogy lehet tudni, hogy mitől van egy festmény ott is, a déli harangszó allegóriája. Mivel római pápa járt Magyarországon, járt országházban, vagy olyan pápa, Pacelli bíboros, aki majd 12. Piuszként a 120. század legnagyobb formátumú római pápája, tehát hogy érthető legyen. A titkára lesz majd 6. Pál pápa, ők is, hát az eukarisztikus világkongresszuson 1938-ban itt van. Hallottunk olyat, hogy Horthy Miklósnak elmagyarázza, hogy hát azért ez nem... Ez a festmény, ugye nem tudom, hogy miről szól, hogy vár és egy hatalmas kongó harang, de ha maguk arra gondolnak, hogy ez a déli harang, hát mi tudjuk, ez nem így van. Akkor megint a visszakérdés, hogy van? Illik elmondani, mert ténylegesen történelmi tényekre hivatkoznak, csak a mondatot elfelejtik befejezni. Na most hogy szól a mondat egészében? Mondat úgy szól, az akkori római pápa, mivel 3 évvel korábban, 1453-ban Mehmed a fiatal szultán elfoglalja Konstantinápolyt, tehát mire gondol? Elfoglalja Magyarországot. Magyarország déli végeinek kulcsa, érthető, Nándorfehérvár. A hadvezérei figyelmeztetik, hogy Nándorfehérvár nem Konstantinápoly. A magyarok nem görögök. Tehát gondolom azért érzékeljük, hogy ez mit jelent. Nem, ő majd intézkedik. Na most minden esetre 1456 Szent Péter nap tájékán római pápa elrendeli, hogy Európa templomaiban állódélben megkonduljanak a harangok. Tehát igaz az a hír, hogy már előtte elrendelte? Semmi probléma nincs, igaz a hír. Hát június 9. tájékán vagyunk. Csak van egy probléma, július 2-a, 3-a tájékán Nándorfehérvár tornyaiból már a felvonuló törököket lehetett látni. Tehát ez mit jelent? Szép a gesztus, csak hát egy kicsit mai körülmények közepette is. Zúgnak a harangok, de nagyon szép a gesztus. És tényleg gyülekeznek, hozzá kell tenni, hogy gyülekeznek, csak általában vezetőket nem találnak. Egy biztos, mire elindulnának, hát Hunyadi János és az övéi már a diadalt, hogy úgy mondjam, legcsodálatosabb szinten megvalósították. Na de jön a fordulat. Utána, és hozzáteszem, hogy a szöveg így szól, hogy augusztus 6-án tudta meg a Szentatya a diadalt. Na most érzékeny, hallású füleinknek, ha elhisszük, hogy egy július 22-i eseményt Európa, hogy úgy mondjam, szellemi, vallási központjában székelő, szakrális fejedelem, világvallás vezetője, a római pápa hetekkel később értesül. Hallottunk-e arról, még filmekben is vannak. Ma már csak hobbiként, sportként jelenik meg. Alaszkába felröppenti a madarat, és csalhatatlan pontossággal, rövid időn belül az üzenetet elviszi, most ne így jegyezzük meg, az Antarktiszra, és nem téved el. Nehogy már azt higgyük, hogy csak tévé és rádió van. Egy biztos, Nándorfehérvári diadal emlékezetére, urunk színe változásának ünnepe soha semmilyen hatást gyakorlatilag nem gyakorolt. Én is tudom, ismerem a történetet, soha nem jut eszembe. A déli harangszó jut eszembe. És miután megtörténik az esemény, tehát a diadal, hát mi lenne a következő fejezet?
A pápa úr miután okafogyottá vált, hogy délben harangozzanak, kiad egy rendeletet, egy bullát, hogy nem kell harangozni. Na, van ilyen bulla, ilyen rendelet? Akkor miért harangoznak? Tehát itt elmondják a történet egyik felét, persze mindenki, abban nem gondolnak bele, ne haragudjál már. 500 éven keresztül mindenki mindent rosszul tudott. És most a diadal, az ész diadalát éljük, hogy hirtelen mindent tudunk. Hát ahhoz képest, hangsúlyozom, ennyire keveset ember a Földön nem nagyon tudott az életről. Nyilván általag megfogalmazások és általánosítások, de az élet az hogy mondjam, csak az nem információ. A tudás az vagy bölcsességgé tud sűrűsödni, mert az életről szól, hát vagy jól értesültség, ahogy többen megfogalmazták. Mi összetévesztjük ezeket a dolgokat. Aztán még mielőtt belevágunk a téma kellős közepébe, azért, hogy mi mindent lehetne ebből meríteni. Amikor egy nép Európa kellős közepén úgy keresi magát, mintha a világ végén élne egy szigeten. Nem találjuk a helyünket. Középen nem találod a helyet. Hát középen vagy. Európában ez nem csak földrajzi középpont, a Kárpát-medence. Ennyire népek központjában nép, mint a magyar, Európában nincs. Tehát minden nép, ha nem tűnt volna fel, kicsit bennünket vesz körbe. Tessék ehhez méltó módon tájékozottnak és hát viselkedési mintákat követőnek, pozitív viselkedési mintákat követőnek lenni. És mi ennek a lényege? Hát azon túl, hogyha valaki gyorsan megnézi azt, hogy betegségeket érdemes néha gyógyítani, hogy a Földön lévő kórházak több mint 50%-a kinek a nevét viseli. Ezt Magyarországon nem kell tudni. Miért nem? Mert mi ránk vonatkozik, azt illik nem tudni. Árpádházi Szent Erzsébet, ha nem hallottunk volna róla. Akkor véletlenül ennek nincs jelentősége? Hát véletlenül van jelentősége, mert van híre magyarnak a világban. Csak ne várjuk azt, hogy más fogja hirdetni, ha a magyar se tudja. Tehát röviden és tömören adva van a Föld, egy nap alatt megfordul a tengelye körül, ezt nevezzük egy napnyi időnek, 24 órának. Helyi idő szerint álló délben, ha Tokióban van keresztény templom, harangoznak. Helyi idő szerint álló délben, ha Pekingben van, már pedig van, mert jártunk ott, nem azt mondom, hogy sok, de meglepően sok keresztény templom van Pekingben. Harangoznak. Magyarul ez mit jelent? A déli harang szó mindig helyi idő szerint kondul meg. Melyik nép mondhatja el magáról azt, hogy ides tova, hát több mint fél ezer éve, több mint fél ezerhez fél száz év, egy népnek a dicsőségét, dicséretét minden lakos megtudhatja a Föld kerekségen, vagy legalább megkérdezhetni, hogy ugyan bocsássanak meg, miért harangoznak délben, ha tőlünk nem tudják meg. Hát nyilván nekik sem fogják valahogy elmondani. De ezek olyan pluszok, hogy látom, hogy nem mindenki fogja fel ennek igazán a jelentőségét. Nincs ilyen nép a Föld kerekségén. És ebben semmi öndicséret nincsen. Egyszerűen úgy szokták mondani, tény, tény, tény. Csak hát ha a tényeket nem tekintjük ténynek, akkor mit lehet kezdeni a dolgokkal? Na így jutunk el Hunyadi Jánoshoz és Hunyadi Mátyáshoz, és felteszünk egy nagyon meredek kérdést. Ha már ilyen kérdezfelelek játékot kezdtünk el itt építgetni. Elképzelhető-e az, minden elképzelhető, hogy Hunyadi János nem tudja, hogy ki az ő édesapja? Elképzelhető-e az, hogy Mátyás király nem tudja, hogy ki volt apai nagyapja? Hát, ha valaki ilyet el tud képzelni, most nem akarok ízetlenkedni, nyugodtan. Tehát képzeljen el bármit. Olyan korban élünk a Földön, hogy Radnóti Miklós mondaná, bármit, tényleg, hajrá, semmi probléma. Lehetőleg magadból indulj ki.
De csak van egy probléma, ő Mátyás király volt. Az édesapja Hunyadi János volt. És azt is gondolom, belátjuk, hogy egyetlen egy embernek nem lehet megközelítőleg 5 édesapja. Miért? Mert körülbelül 5 édesapával számol már a kor, abban a korban. Tehát ez mit jelent? És ebből a leggyengébb láncszem, a majdnem nulla. Hát Hunyadiaknak hol van Havasalföldön hagyományuk? Nem tűnik fel, hogy nincs. Majd csinálnak. És akkor majd lehet utazási irodákat megkérni, hogy szervezzenek oda utakat. Hát műmitológiát bármikor lehet csinálni. És ki van éhezve a mai populáció a műmitológiákra? 5 perc alatt lehet műmitológiát csinálni. Mondok egy egyszerű példát, jó, nem 5 perc, 80-as években. Már a szövegírója is bejelentette, hogy ennek a műnek semmi történelmi alapja nincs. Minden augusztus 20-án lehet a történettel találkozni. Mi a probléma? Semmi történelmi alapja nincs. Ehhez képest óriási a, hogy úgy mondjam, a köztudatot formáló ereje. Tehát bármikor lehet. Nem tűnik fel, hogy Ady Endre, ha leírja Koppány nevét, akkor se úgy írja le? Nem tűnik fel, hogy Petőfi Sándor le se írja Koppány nevét, pedig nem szívleli a királyokat. Semmi baj. Műmitológiához szoktak, műtápszer, művi dolgok, hajrá. Hát amikor már minden műanyag szinten működik, akkor elnézést, ezek a panelelemek miből lennének fölépítve? Más kérdés az, hogy a történelmi Koppány tényleg létezett, a történelmi Szent István tényleg létezett, valami tényleg létezett, csak hogy idősebbek emlékeznek ilyen anekdótákra, hogy nem éppen osztogattak azon a helyen, a többit már nem is mondom, mert az nem ez a szinthez illik. De egy biztos, a szerb despota. Egy. Akkor. Corvinus nemzetség. Ez latin nemességre megy vissza, római korba, ezt itáliai humanisták, mert Hollós, Corvinus. Tehát ajándékozzák meg a Hunyadiakat. Ez már 2. Aztán valami van tényleg a havasalföldi vonatkozásokkal is, és van egy főszereplőnk, és kiderül, hogy abban a korban, újra elmondom, ez a vonulat volt a leggyengébb láncszem. Na most, mivel Hunyadi Jánostól számtalan, hiába mondják azt, hogy Vitéz János volt az ő tolla, hát könyörgöm, Vitéz János se írhat római pápának olyan levelet Hunyadi János nevében, amit Hunyadi János ne olvastatott volna fel, vagy ne olvasta volna el. Hunyadi János tudott latinul minden híreszteléssel szemben, csak nem volt egy nyelvzseni. Tehát inkább mással olvastatott. Valamilyen szinten tudott latinul. Honnan tudjuk? Úgyhogy latin nyelvű könyveket vitt a haditáborba. És éjszakánként búvárkodott bennük. És amikor az szerepel, hogy nem tud, egy latinul kiválóan tudó társadalomban, hát aki mondjuk éppen nem, arról megállapítják. A kormányzó úr nem jártas annyira a latin nyelvben. Az nem azt jelenti, hogy nem tud. Hát még én is egy-két szónak ismerem a jelentését. Tehát rövid és tömör összegzéssel élve azért nem árt tudni, hogy elképzelhetetlen, és erre többen figyelmeztettek, akik a rejtély megoldását keresték, hogy hogy lehet, hogy soha nem beszél Hunyadi János, Hunyadi János, Mátyás apja, édesapjáról és édesanyjáról. Egy János nevezetű vitézről, aki szörényi bánság élén állt, aki hősi halált halt, ugyanúgy Jánosnak hívják, mint őt, testvéréről viszont könnyek közepette emlékezik meg. Hogy nincs édesapa és édesanyja. És hogy a testvérét is Jánosnak hívják. Úgyhogy fél testvére volt. Tehát ez mit jelent? Az anya ugyanaz, ma is előfordul, de az apa nem egészen ugyanaz. Ez alapvető tétel. És van egy olyan vonulat, hát amire még második Rákóczi Ferenc is hivatkozott. Miért?
mert ő a német-római birodalomnak hercege is volt. Második Rákóczi Ferenc, érdekességként említem. És hiteles okiratokkal tudta bizonyítani, hogy ősei között második Rákóczi Ferencről van szó. A bizánci császári Palaiologosz család is ott van. Na most megint hány magyar ember tudja ezt? Hát jó, most nem provokatív a kérdés, mert nem ez a fővonulat. De azt illik tudni, és Moravcsik Gyula, aki nemzetközi hírű bizantológus volt, hát Oxfordban is a bizantológiát az ő érdemei alapján tanítják szinte mind a mai napig. Ő tudott görögül. Na most egy biztos, ha Moravcsik Gyula nem ír le dolgokat, nem fordít le dolgokat, állítom mind a mai napig nincsenek lefordítva. És nincsenek hangsúlyozva. Most a Palaiologosz, az utolsó bizánci császári család, az 5. István Anna nevezetű lányának, hogy úgy mondjam, ágából fakadt. Ez mit jelent? Amikor Nagy Lajos ideje alatt, vagy Zsigmond ideje alatt jön a bizánci császár, történelmi tény, és segítséget kér a török ellen, milyen keretek között jön? Rokonlátogatás. Mert neked is vannak Árpád-házi őseim, és nekem is vannak. És azért a bizánci hierarchia meglehetősen merevész zárt ahhoz, hogy úgy nevezett hamis költemények egy Hunyadi Jánosról ne kerüljenek be. Márpedig Hunyadi Jánost hogy nevezik? Ha valaki méltó a bizánci császári trónra, akkor Hunyadi János. Idézek egy török filmet, ilyen 10 éve az interneten lehetett látni, egy turkológus feliratoztatta, mert így más fórumok nyilvánosabb adásba nem került be, vagy vetítésbe. Mehmed szultán Konstantinápolyt ostromolja. Hát ilyen fiatal zsarnok szultánhoz méltó módon, rengeteg az áldozat, a hadvezérei már sokalják, vissza akarnak vonulni, de ő tovább feszíti a húrt. És hát neki volt igaza, mert aztán elfoglalják Konstantinápolyt. Na de mi az egészben az érdekesség? A filmet idézem. Ott ülnek a haditanácsban, és elhangzik egy mondat, ha Hunyadi János megérkezik, nekünk végünk van. Nekünk végünk van, hogy érthető legyen. Érthetetlen egyébként, hogy 1453-ban Hunyadi János miért nem érkezett meg Konstantinápoly felmentésre, ez egy külön. Ezt megint kutatni kellene. Mert gyakorlatilag rettegtek, hogy megjön. A Hagia Szófiában az utolsó bizánci császár a beszorult néppel együtt imádkoznak, és Isten után mit kérnek? Jöjjön már Hunyadi János, és szabadítsa meg őket. Na most ezt csak azért idézem, mert hogyha van havasalföldi történet, van ókori római, ami etrusz gyökerekre megy vissza, mert tudni való, hogy a szenátusnak a 70%-át a római császárság idején is etrusz nemesek szolgáltatták és adták. Ezt nem én mondom, ezt minden ókor történész elmondja. Na most visszakanyarodva, van Lazarevics, szerb despota. Hát az ember úgy tűnődik, hogy beszéltétek meg? Hát kicsit nagyok a távolságok, azért gondolom érzékeljük, vagy egyáltalán mi történik. Szokjunk hozzá, tele van a történelem ilyen talányokkal. Irodalomtörténeti példát érdemes számon kérni ilyen esetben, miért? Mert itt van a szomszédságunkba. Csak mindenki legyezőt használ ilyenkor. Hol született Petőfi Sándor? Körülbelül, ha nem tűnt, most ne a Wikipédia leckéjét mondja fel valaki, hol született Petőfi Sándor? Na ugye, hogy nem tudja. Miért? Mert maga Petőfi nem azt mondja, hogy Kiskörösön született. Szülőföldem. Olvassuk el, hogy hova jelzi. Itt ringott bölcsem. Sorolom a példákat? Okiratok, egymásnak ellentmondó adatokat szolgáltatnak. Hol született? 5 helyet lehetne megnevezni, de még a Duna mellett is, hogy érthető legyen, ahol jelentkeznek, hogy mégiscsak ott született. Még hol halt meg Szent Imre? Hát attól függ, hogy hol járunk az országba. Hát itt Somogy országtól nem messze, hát itt bent
Kupavára mellett, Somogyvár mellett, azért tudni való, hogy a helyi hagyomány váltig állítja, hogy ott a környéken, tehát ide nem messze halt meg Szent Imre. Hát Erdélyben mást mondanak, Alföldön mást mondanak, a Mátrában, mert éppen ott halt meg. Most akármilyen Szent Imre valaki, ő is csak egy helyen tudott meghalni. Aztán hol temették el Attila királyt? Hol temették el Attila királyt? Most ne is a Kárpát-medencére gondoljunk, csak tőlünk nyugatra. Rajna, hallottunk róla? Szajna, nincs tévedés, hallottunk róla? Hát erre nem kell. Pó folyó, nincs tévedés. Tőlünk keletre pedig már elnézést, ha jártunk Belső Ázsiába, Belső Mongóliába, az ottani Hun múzeumok, hát Raffaello Santi festményét is publikálják. Miért? Mert Attilát onnan indítja a történelmi hagyomány. És ott van a rendkívül rossz életlen reprodukció, hogy érthető legyen. Miért? Mert Höhodban, ez ott van, hát a kínai nagyfaltól már jó kifele van, északi irányba, ott a főváros múzeumában ott lehet látni. Ordoszba szintén, ami nincs túlságosan messze, a Nagy Hun múzeumban. És közben Kína területén vagyunk, államigazgatási területén vagyunk. Tehát azért jelzem, hogy döbbenjünk meg, a nem Hunyadi János az egyetlen példa. Petőfi Sándor, ki volt az édesapja? Na, hát most már ne túlozzunk. Hát most már mit akar mondani Széchenyi István? Nem én mondom, hanem maga Széchenyi István mondja. És nem úgy mondja, hogy Kossuth Lajosról mondja, hogy lelki gyermekem. Meg Széchenyi mindenkit lelki gyermekének tartott a korban, és Kossuth Lajost pont azért nem kedvelte egy idő után, mert mint a lelki gyermekét szerette, csak elváltak az útjai. És Petőfiről is leírja, hogy lelki gyermeke. Csak felteszek egy kérdést. Ez Széchenyi miért követi nyomon Petőfi Sándor pályafutását ilyen alapon? És ő maga írja le a ifjú Petőfiről szóló könyvek lábjegyzeteibe általában szerepel Széchenyi István napról, megemlíti Rúz Máriát, világos. De nem arról van, na itt már nem lelki gyerek. És önmarcangoló módon, hogy amikor ők szegények voltak és bajba voltak, nem segítettem fiamon, nem segítettem az édesanyján. Akkor mi a kérdés? Hol halt meg? Senki nem látta, hogy hol halt meg. Van ilyen pályafutás? Ne azon vitatkozunk, hogy Barguzinba vagy mondjuk Zsegesvári csata fehéregyházi területén. Nem azon, hogy kicsit hagyjuk a történeteket, tehát amik megtörténtek, hatni. Ne már én döntsem el, hogy mi az igaz, mi nem az igaz. Ma oly korban élünk a Földön, hogy mindenki meg akarja mondani. Előbb hangolódj rá, járjál utána. Soha senki nem látta őt meghalni. Legfeljebb annyit lehet mondani, hogy eltűnt. Se többet, se kevesebbet. Na most ezért mondom, hogy Hunyadi János esete nem szokatlan a világtörténelemben. És az, hogy ennyien pályáznak, most délszláv népballadát, hőséneket idézek, Szibiáni Jank, szerb hősének, Méme Szeben mellett hajtotta végre Hunyadi János ifjú korában azt az első nagyszabású Erdélyben hőstettet a török legyőzésén, ami szárnyra kapott a világ, már előtte is mutatta Oroszlán környé, de ott a Szibiáni Jank, más névváltozat, Magyar János. Na most a szerb néphagyomány Magyar Jánosnak nevezi. Kogonom érzik, én nem biztos, hogy nekünk drukkol, na de ami magyar, az magyar. De akkor honnan ez a sokféleség? És kiderül, hogy megvan maga oka, de előtte felolvasom ezt a nagyon szép és nagyon fontos, csak érezzük, hogy mennyire szertágazó a Hunyadi hagyomány. És még Mátyással meg se ismerkedtünk, már az édesapjánál elkezdődnek a hagyományok. Hát nem véletlenül mindenki elmondja, hogy Mátyásnak a királyságot azért mégiscsak édesapja készítette elő, az ő dicsősége. Császári Hellének első dicső császára volt ő, Sándor, ez a Nagy Sándor. Olimpiásznak sarja, majd eljött Konstantinna, ő alapítja Konstantinápolyt, fellelte a keresztet. Keresztények császára volt, gyökér és csúcs egyben.
János, én most nem a fordítás Jankó nevén, János. János a harmadik császár, az egész világ csodája. Bizánci hősköltő, bizánci, tehát nem én írtam. Bizánci hőskölteni. Tehát a bizánci hagyomány három pillér tart számon. Az egyik a jövőt szeretett volna, mert nagyon a jelen. Tehát János, Hunyadi Jánosról van szó. Az alapító Konstantin és egy eszmei előzmény a hellenizmusnak a megalapítója, Nagy Sándor. Se több, se kevesebb. Mit keres egy bizánci, hogy úgy mondjam, himnikus költeménybe Hunyadi János neve? Hát sokkal jobb azt mondani, hogy Havas-alföldi Olá leszármazottja. Mert arra szinte semmi bizonyíték nincsen, a Mendemondán kívül. Olvasom tovább, hogy zengje kellő éneket csodálatos nevéről, és elmém milyen dicséretet találjon hozzá méltót, miként két korábbi nagy császár dicső alakját oly tisztelettel bámulom a harmadik nagy császárt. Tehát ha véletlen 1453-ban lemegy Hunyadi János, az utolsó palaiológos császár kinek adja át a császári hatalmat? Hunyadi Jánosnak, ha nem tűnt volna föl. A harmadik nagy császárt méltó és illendő tehát, hogy a Róma Szent Egyháza magukat rómainak nevezik, mert ez a kelet-római birodalom. Napkelet és napnyugat keresztény sokasága dicső alakja emlékét szívében híven hordja, kiket örök dics övezett véres háborúkban. A hős és félénk emberek mindennemű csoportja Magyarországból származó János előtt hódoljon. Magyarországból származó János előtt hódoljon, s a nagy lovag előtt fejét dicsérettel meghajtsa, emeljék őt magasra, mint császárt a régi hőssel, Nagy Sámsonnal, Nagy Sándorral, Konstantinnal együtt. Evangélisták, proféták, ki Krisztusért harcoltak, szentek fényes tábora, nekik legyen dicsőség, de köztük zengem hírnevét János dicső császárnak. Tovább nem is olvasom, mert nem szeretném, hogyha ezzel múlna el az idő, ezt csak egy előkészítésnek érzékeljük, hogy hogy jutunk el. Hát valamikor 1458. január napjaiban a Duna jegére. Hát nem előzmény nélkül. Ugyanis van egy alapvető tétel, Magyarország királya csak az lehet. És ezért kellett még a Habsburgoknak is keresni ilyen rokonsági fokozatot. Most aki keres, az talál. Miért? Mert Nagy Lajos magyar királynak a, hogy mondjam csak, a nagyanyja, az Habsburg származék volt. Tehát az édesanyja Károly Róbertnek, ezt azért nagyon kevesen tudják. Harmadik András második felesége megint Habsburg házból származó lány volt, hát neki volt az a Erzsébet nevezettű lány, aki a Tösszi Kolostorba élt szent életet. És ezért van az, hogy Mária Terézia mindig Nagy Lajos ágára hivatkozott. Aztán hogy tudta nyomon követni, én ezt nem tudom, hozzá kell tenni, de kellett hivatkozni. És bizonyítani is kellett. Miért? Mert vérszerződés, ami nem egyszerűen egy szép történet arról, hogy hét fejedelmi személy, hogy köt örökre testvér barátságot, hogy egyesítik az erejét, vagy mondjuk Zétényi Zsolt vagy Tóth Zoltán József elmondaná, ennek jogi, alkotmányjogi jelentősége van, ha nem tűnt volna föl. Hát ott öt pontban elmondják, hogy mi a következménye. Hogy innentől kezdve mi és utódaink és leszármazottaink mindig egyetlen egy dinasztiából, nemzetségből választunk magunknak uralkodót. Hát ez Álmosnak, Turul nemzetség, Attila királynak a nemzetsége. Tehát vitának helye nincsen. Tehát ez mit jelent? Hunyadi János akármilyen nagy hős az ország báróságáig elvitte volna, miért? Mert ez az érdemekre kifelé mindig nyitott ország volt. Az érdemekre, nem az érdemtelenekre. Tehát valameddig, ha idegen a származása, valameddig biztos eljutott volna. De 1444 Várnai csata után, Ulászló halála után, első Ulászló halála után soha nem választották volna meg a Magyarország kormányzójának. Igen ám, de nem tudták
másnak megvált az aztani mélyem. 1440-ben Habsburg Albert özvegye kilopatja a visegrádi fellegvárból a magyar szent koronát, és majd Hunyadi János fia Mátyás király fogja 1463-ban irdatlan áldozatok fejében visszaszerezni a magyar szent koronát. Kormányzói jogkör. Tehát ez nem azt jelenti, hogy szent koronából áradó, mert nem tudták megkoronázni. Na de ez mit jelent? Ulászló halála után ki lett volna Magyarország királya, akit megkoronáztak volna? Egész biztos, hogy azzal a lendülettel Hunyadi János. Na igen ám, de akárki nem lehet Magyarország királya. Annak származnia kell. És mi a származásnak végül is az alapja? Hát amit mindenki tud, most a példákat nem fogom részletezni, tehát rövid tömörséggel Mátyásról mondják el azt a érdekes történetet, hogy nagyon nehezen lehetett a sodrából az uralkodót kihozni. Nos, akinek sikerült, azért vannak jó képességű emberek, nem tudom, hogy mi lett aztán a sorsa, de 3 napig, mint az oroszlán. Mátyás, és leginkább akkor, ha valaki a származását piszkálta meg. Na most mire ez a nagy önérzet? Hát akármilyen kunyhóból jött valaki, még büszkébb lenne abban a társadalomban, hogy nézzétek, hát könyörgöm, Bakócz Tamás, kerékgyártó fia, világos, megtagadta az őseit, majdnem római pápa lett. Aztán Szalkai László, meghal esztergomi érsekként a mohácsi csatába, Vargának a fia, megtagadta a származását. Kinizsi Pál, megtagadta a származását. Hát erre mondják, hogy ne szórakozzunk már. Hát akárki az édesapa, akárki az édesanyja, ő az édesapa és az édesanyja. Gondolom világos. Hogy alakul ki ilyen hagyomány? Úgy, hogy valami van mögötte és előtte. Hát keresd azt az embert, aki főfelelőssé lehet tenni. Egyszerű Heltai Gáspár is leírja a Magyar Krónikában, rövid tömörséggel Zsigmond magyar király Hunyadi János édesapja. Mit nem lehet ebben megérteni? Ha maga Mátyás mondja, csak 100 Mátyásról szóló könyvben, például van egy nagyon jó könyv a Hunyadiak koráról, Fraknói Vilmos a Jagellók korát is hozzáteszi, hát érdemes átlapozgatni, már csak a forrás adatolás kedvéért is. De egy biztos, nem nagyon szerepeltetik azt a nagyon, hogy mondjam, lebegtetett adatot, hogy Zsigmondnak Mátyás király, mint nagyapjának Budán mérállított szobrot. Na szerinted miért? Ez úgy kimarad, és közben elmondják, hogy milyen érdekes, hogy Mátyás tulajdonképpen majdnem mindenben kimutatható módon Zsigmondnak a politikáját folytatta, csak sokkal magasabb, összetettebb, és hát Mátyás ráadásul még jó hadvezér volt, Zsigmondról ez nem volt egyébként ennyire elmondható. Tehát itt jön be tulajdonképpen a származásnak a lényege, és így érthető az, hogy mit jelent az az elképesztő drámai konfliktus, amikor hát Hunyadi László saját életét védve Nándorfehérvári várba, emlékezzünk vissza, nem nagyon akarja beengedni a királyi seregeket, nem 5. Lászlótól tart, Cillei Ulriktól, a rossz tanácsadótól, Cillei ágról származó nagybátyjáról 5. Lászlónak. És végül kardot ránt, na de Hunyadi László az mégiscsak egy dalia, valahol neki is kerekedik egy kard, és hát Cilleit jogos önvédelem keretében átküldi a túlsó partra. Most szebben nem tudom megfogalmazni. Igen ám, de 5. Lászlót ez nagyon bántotta. Miért? Mert mindent ráépített. Hát nem Magyarországon nevelkedett ez a szerencsétlen. 18 éves korában fog 1457-ben, november végén majd meghalni. Tehát szegény fel se tudott nőni. Amikor születik, már meghalt az édesapja, 2 éves lehet, amikor meghal az édesanyja. Nem mentegetni akarom, csak érzékeny, itt sorsok vannak.
És elég egy rossz tanácsadó, rossz nevelés, akiben megbízhatna. Nem fog megbízni, mert nincs talaj a láb alatt. Nem tud tájékozódni. És nagyon érdekes, hogy átmennek Temesvárra, és Szilágyi Erzsébet jelenlétében Hunyadi Lászlónak és Hunyadi Mátyásnak leteszi 5. László az esküt, először is testvéreinek, nem elfog, elismeri őket testvérnek. Tehát mindannyian Zsigmondnak az unokái. Csak az egyik törvényes kapcsolatból származik, a másik pedig hát Zsigmondnak úgymond a nagy természetéből fakad. Ezt most nem ismertetem, mert hangsúlyozom, azért Mátyásig el kellene jutni, csak annyi történetet lehet hallani, és ez nem árt összefüggéseibe időnként feltárni, még akkor is, hogyha pont erre nem sok idő jut. És hát tudni kell azt, hogy utána Budára felmennek, figyelmezteti őt Szilágyi Erzsébet is a testvérpárt, hogy azért arra ügyeljetek, hogy csak egy legyen mindig ott. Ketten soha ne legyetek Budán. Vagy egyik bajban van, a másik tud így segíteni. Nem fogadják meg a fiatalok a tanácsot. Lényeg az, hogy koholt vádak alapján, hogy mennyire koholt az ügy, hogy a elfogatás után harmadnapra 1457. március idusán lefejezteti 5. László Hunyadi Lászlót. Akiről tudni való, hogy ő az idősebb testvér, vagy 10 év volt közte és Mátyás között, aki vállalta ezt a halált. Ezt egyszer Pap Gábor nagyon szépen kifejtette, hogy mit jelent az, hogy ilyen esetben egy testvér vállalja azt, hogy a saját életét áldozza a másikért. Tényleg ez történik, honnan tudjuk? Hát onnan, hogy nem Mátyás volt a nagy reménységű ifjú, hanem Hunyadi László. 10 év van köztük. Hunyadi László már fölnőtt. Gyakorlatilag hát tényleg tele van uralkodói képességekkel, erényekkel, apja nyomdokába szegődött, tehát az ő kiesése tényleg nagyon fájdalmas. De hogy következett be mindez? A hagyomány szerint egyszer Kapisztrán Szent János, hát lehet tudni, hogy 1456, tehát valahol 56 tavaszán történhetett ez az esemény, kicsit lehet, hogy korábban, hogy éppen szentmisét tartott. És egyszer csak megáll és azt mondja, hogy János, tehát Hunyadi Jánost megszólítja Kapisztrán Szent János. Két fiú cseréljen helyet. Hát az idősebb testvér mindig apja jobbján van, ha ketten vannak, a fiatalabb pedig a balján. És hát így vonulnak be nyilván a templomba is. És így állnak egymás mellett. És miért? Mert az egyik meg fog halni, rövid időn belül. A másik pedig, ha megéli, Magyarország királya lesz. Na most, itt jön Hunyadi László erkölcsi nagysága. Egy ilyen cserét úgy vállal innentől kezdve, hogy tudja, hogy neki testvérének kell biztosítani a jövőt. Tehát ha kettőjüket fenyegeti a halál, mert mind a kettőjüket elfogják. Egyébként Rozgony Jánost is, Vitéz Jánost is, tehát azért több Kanizsai László, tehát akinek itt voltak a birtokai, tehát azért itt sok főurat fogad el 5. László, de csak egyet fejeztett le, Hunyadi Lászlót. És háromszor sújt le a bárt. Most gondolom, tudjuk, hogy mi történik. A bakó egyszer se találja el. Ez a középkori jog szerint mit jelent? Nem mi hoztuk az ítéletet, hanem a Teremtő, a Jóisten hozta. Ezért volt az, hogy ő nem látott, aki sújtott. Tehát valamit ráhagynak a végső pillanatban, és hát jó, hát kérem, összegyűltek az adatok, megtörtént az ítélet, de hát ha a kegyelem máshogy történik. És a harmadik után feláll, és kinyilvánítja a vérpadon, hogy a törvények értelmébe ő ártatlan, nem bűnös, szabad, és akkor itt jön egy mondva csinált hagyomány, hogy közben megbotlik, mibe botlott volna meg, elesik magyarul, mert az áldozatnak ez a lényege, hogy valószínűleg ő maga térdellen egy egyszer.
és teszi szabaddá a tarkóját, és sújt le negyedszél. És ez mit jelent? Hát ez biztosítja sajnos Mátyásnak. Azért így indulni, gondolom érzékeljük, meghal az édesapja. Nem is olyan régen, meghal a testvérbátyja, aki mellette van. Hát ilyenkor az ember mit szokott tenni? Összeomlik. Na most, ha nem Szilágyi Erzsébet lett volna Mátyásnak az édesanyja, azért gondoljuk ezt is végig, hogy mit jelent egy nagyasszonyi szerep. Ami nem szerep, mert ez rossz kifejezés. Tartás. Meghalt a férje. Meghalt a gyereke. Az egyik. Hát ha Szilágyi Erzsébet itt enged a fájdalomnak, soha Mátyásból nem lesz Magyarország királya, és az egyetemes történelemnek nem lesz egyfajta reménysége. Miért? Mert a saját fájdalma maga alá temeti, nem tudja intézni az ügyeket. Onnantól kezdve mindent Mátyás érdekében, a testvérével, Szilágyi Mihállyal egyetemben mindent megmozdítanak. Hatalmas felkelés robban ki az országban, tehát nem polgárháború, felkelés. Miért? Hát mert törvénytelenül. És a király ellen, koronás király, hogyha vét a törvény ellen, akkor a nemességnek aranybúl az áradékára gondoljunk, nem lehetőség, hanem kötelessége, ha sokszor máshogy nem megy, akkor akár, hogy úgy mondjam, fegyveres ellenállással is biztosítani az országba a törvényt és a jogot és a Szent Korona hatalmát. Menekül az országból. 5. László viszi magával Mátyást, Mátyás börtönbe kerül ott is, és a bécsi foglárok gúnyolódnak, hogy hát na ez akart Magyarország királya lenni. Az akkor még 14 éves ifjú, csak gondolom így a rácsos ablakon vagy ajtón így kinéz, és szerényen ennyit mond, ha megélem, még a tiétek is én leszek. És gondolom, tudjuk, valóban így van, hát 1485-ben elfoglalja Bécsvárat, felviszi Prágába, tehát ebből lehet látni, hogy sehol már nincs nyugta, tehát érzi 5. László felelősséget, és rá egy évre, pont azon a napon, ezt a kortársak nagyon számon tartották, amikor ő megesküdött Szilágyi Erzsébetnek, hogy nem áll bosszút, testvéreiként ismeri el a Hunyadi fiakat, hát az esküszegő király mikor hal meg? Az esküt követő egy évre rá, de ugyanazon a napon. És végeredményben itt történik az, hogy hatalmas seregek gyűlnek össze. Miért? Mert meghalt november napjaiban 1457-ben 5. László, tehát királyt kell választani. És akkor mi történik ilyenkor? Hát összegyűlnek a pesti oldalon, a Rákos mezői országgyűlés, és nagyon érdekes, mert nincs kortárs forrás, amelyik ne isteni csodának tekinteni, vagy ne úgy méltatná Mátyás királyá választását. És miért? Amit nem nagyon tudunk. Énál Silvius Piccolomini, a majdani II. Pius pápa, aki megint jó formátumú pápa volt, és támogatta a pápai trónon, támogatta Mátyást szinte majdnem minden törekvésében, hát rövid ideig tudtak így szépen így együtt működni. Onnantól kezdve Mátyásnak általában a pápákkal nem minden nap, de minden másnap a maga konfliktusai azok kicsit úgy árnyaltá tették az akkori kor diplomáciáját. És akkor most nagyon finoman fogalmaztam. De ő maga írja, hogy a magyarok vagy, tehát Pius pápáról van szó, magyarok vagy nagyon bölcsek, vagy nagyon bolondok, vagy nagyon tudnak valamit, vagy elmentek otthonról náluk. Ezt most én mondom így. Mert úgy várnak a királyra, királyra, hogy legyen királyuk, mintha messiást várnának. Ez azt jelenti más megnevezése, hogy megváltó, egyetemes megváltó. Na most hol találkozik a magyar király várás történetesen egy ilyen megváltói szerepkörre, hogy úgy várják az érkezését. De, írja ő, bajban vannak. Miért vannak bajban? Mert annyi régi, hűséges, nemesi, kipróbált nemzetség van Magyarországon, hogy gyakorlatilag bármelyikük arthatna uralkodót. Tehát ez mit jelent?
Hát amit ma el nem tudunk képzelni. Ma általában azt tudjuk elképzelni, ez is rossz, az félig rossz, az teljesen rossz, az árnyaltan rossz, az majd rossz lesz. És akkor a költői kérdés, most melyik rossz legyen a befutó? Szokjunk hozzá, hogy van idő, amikor Árpád-korban is volt olyan, hogy egyszerre 3-4 alkalmas jelölt közül lehetett volna mondjuk választani. És ez okozta a gondot. Ha bár ilyen idők lennének, amikor az alkalmasok, a rátermettek bővében teremnek. De ez sem konfliktusmentes időnként. Na mindezt miért hozom elő? Azért, mert például Zrínyi Ilonáról megjelent, ezt csak azért idézem, hogy nehogy azt higgyük, hogy itt ilyen meseszövésről van szó. Ezeket lehet tudni, csak nem nagyon foglalkoznak érdeme rangja szerint. Zrínyi Ilona, gondolom tudjuk, hogy ki volt. Zrínyi Péter lánya, második Rákóczi Ferencnek az édesanyja. Na most, amikor ő Tököli Imrével házasodik, akkor az ünnepelt költője a kornak Gyöngyösi Istvánt egy balassi-rimai vonalon öröklődik a költészetnek ez a vonulata. Leírja, hogy nem holmi bárói vérből származik, na de akkor Zrínyi Miklós, aki bátyja volt Zrínyi Péternek, akkor nem holmi bárói vérből származnak? Hát bizony nem. Ez okozta a tragédiát és a konfliktust is, hanem királyi vérből van. És a Rubikon című folyóirat, hát nem kell bemutatni, csak azért mondom, hogy érzékeljük, ennél hivatalosabb jelen pillanatban alig van Magyarországon. Tehát ez a hivatalos, tudományos, oknyomozó, csak jót tudok róla mondani. Tehát ennél miről ír a szerző? Hát persze, mert a 13. században az Zrínyiek 4. Béla korában vérrokonságba keveredtek az Árpád-házzal. Tehát mi az, hogy nemzeti királyság visszaállításának törekvései a három része szakadt ország életében? Ki volt a Bátori, ki volt a Bethlen Gábor? Hát nem a szomszédból jöttek, hogy érthető legyen. És ez nem azt jelentette, hogy kisnemes vagy nagynemes, hanem az, hogy hova vezetődik vissza a családfa, és hova tudja visszavezetni. Hát gondolom, hogy Bethlen Gábor, amikor trónra kerül, kell neki iskolába járni, hogy megtanulja a hatalom gyakorlásának művészetét? Nem tűnik fel, hogy egyből, amikor oda kerülnek, tudják, hogy mit kell tenni? Hát valami belső készségnek jelen kell ám lennie. Na ezt csak azért hoztam így elő, hogy úgy sejtegessük, hogy mondjuk a háttérből mi az, amit így szépen még előtérbe lehet állítani. Tehát Mátyást nagyon várják. Ott állnak a Dunaparton 1458-ban, és igazából még nincsen semmi eldöntve miért, mert a budai várba bezárkózott Újlaki Miklós, bezárkózott Bánfi Pál, és még néhány Garai László, és mind a hárman jogot formáltak a magyar trónra, hiszen szabad királyválasztás van. Na most hogy kerül Mátyás? Persze, hogy mindenki őt gondolja első számon, de nem ilyen egyszerű a helyzet. Mert ezek nagyon régi családok. Például Újlaki Miklós Csák nemzetségből származik. Csák nemzetség kinek volt a rokon nemzetsége? A Turul nemzetségnek, hogy ettől legyen. 13. század, 14. században van egy Szent Csák Móric, Boldog Csák Móric. Hogy kezdődik a legendája? Magyar szent királyok véréből származott. Tehát Csák nemzetség, Csák Máté földjén, ahogy Ady Endre mondaná. Abba nemzetség. Miről volt híres? Hát abba még királyt is ad az országnak. Vérrokonságban van a Turul nemzetsége. Hát mindegyik Attila fiaira vezeti magát vissza. Abba az a Csaba nevezetű fiára, Attilának, hogy érthető legyen. És ezek szerte ágaznak. Tehát ez mit jelent? Egy nemzetségi társadalom, egy nemes, tudja, hogy hogy nemződtek a dolgok. Tehát tudja, hogy ez a család az Abba nemzetségbe gyökeredzik. Az a család a Csák nemzetségbe gyökeredzik. És akkor nem találja, hogy egy Rákóczi hogy emelkedik fel, mondjuk. Az öreg Rákóczi Zsigmond álltak szinte a semmiből. Ők a Abba nemzetségbe gyökereztek benne.
Tehát, hogy miért tekintették mondjuk akár Rákóczi ágát, akár Zrínyi ágát, tehát Rákóczi miért lehetett volna bármikor Magyarország királya? Ugyanolyan jogon, mint bármelyik Habsburg. Tehát ide mennek vissza a szálak. És azt mondják, hogy nem. Mármint ők nem adnak rá szavazatot. És egyszer csak, tényleg így van Túróczi János krónikájában, benne van nagyon szép leírás, feljönnek a csillagok, és hirtelen befagy a Duna jege. Na de hogy fagy be a Duna jege? Hát úgy, hogy rá lehet menni. Tehát nem napokig tart az esemény, hanem mi a meghökkentő. Pillanatok alatt bekövetkezik. Egyik nap még nem, másik nap már szilárd jégpáncél, és csillagos ég volt. Ember nem is érti. Ahogy feljöttek a csillagok, és a Duna vize, hogy szépen beállt. És erre mondják ott azt, hogy rendben van. És nem fogjuk elhinni, hogy miért. Én magam sem hinném egyébként. József Attila néha nyilatkozik, ha nem mondanám. Tehát én magam sem hinném, ha Bonfini lenne, írná. Csak ő nem így fogalmazza, miért? Mert a kortársak tudnak valamit. Például azt, hogy Mátyás miért kapta a Mátyás nevet. Most jön a mitikus rész. Vagy a mondai, vagy az üdvtörténeti. Nagyon egyszerű, hozta magával a nevét, mert minden jel szerint 1443. február 23-án, 24-én vagy 25-én született, aki tudja, jelentse. Minden esetre tehát azon a napon, előtte vagy utána Mátyás apostol napja van. Most ilyenkor nem filmsorozatokból nézik az ötleteket, hogy mit adjanak, hanem hát könyörgöm. Mátyás napján született fiúgyerek, hozta magával a nevét, ahogy Molnár V. József mondaná. És ezt a magyar hagyományban Bálint Sándor is leírja, de mindenki tudja egyébként, nagyon komolyan vették. Miért? Mert ez egy égi sorsot fogalmaz meg. Küldetésének záloga kül, no man is no man, tehát tulajdonképpen a névben benne van a saját jele, benne van a saját sorsa. Hozta magával. Igen, ám csak, hogy Mátyás napjára rendkívül érdekes módon nyilatkozik az úgynevezett népi hagyomány, ami nem úgy népi, hogy valahol beszélték, az egész nép számon tartotta, mindenki tudta. A jéggel való kapcsolata, Tamás Járó jégtörő Mátyás, egyik legjobb regénye. Na de miért? Mert töri a jeget, ha talál, ha nem talál, csinál. Tehát azon a napon az időjárás drámai módon, vagy így, ha enyhe volt a tél, akkor jön a tél, ha nincs fagy, akkor jön a fagy, ha éppen fagy van, akkor Mátyás a szekercéjével megbontja a fagyot. Na most képzeljük el, a Duna túlsó partján Mátyásról van szó, és befagy a Duna jege. Megmondom őszintén, én Újlaki Miklós és Garai László, tehát történész nyilván más mondaná, kompromisszumot kötöttek. Ezeket nem érdekelt az ilyen típusú kompromisszum. Miért? Keljetek át. Hát férfiak vagyunk. Most melyik az a hortobágyi betyár, hogyha bemegy valaki a csárdába és mondják, hogy kedves betyár, 12 betyár vár kint. Most ilyenkor mit mond egy betyár? Ha kell is annyi, és kimegy. Hát ezek vitézek, hogy érthető legyen. Egy indián mikor félt? Tehát egyszer olyan észjárással próbálunk megmagyarázni dolgokat. Jó, megijedtek a tömegtől. Ki egy Újlaki Miklós? Egy Garai László? Hát ezek lóháton járó, karforgató férfiak. 3 méteres kardokat úgy forgattak, mint hogyha nátszálból lennének. Tehát egyszer nem, most nem kell mindent szépíteni nyilván, de azért van egy rendkívüli ok. És a rendkívüli oknál bizony a mátyásság jelen van. Nem nagyon szoktak Duna jegén vagy befagyott jégen királyt választani. Őt ott választják. És nem is foglalkoznánk ezzel a jelenséggel, ha nem lenne egy ilyen regula, hogy törje a jeget, ha talál, ha nem talál, csinál. Bonfini elmondja, hogy miután megválasztották, országtanács döntést hoz, hogy Prágából ki lehet találni, mi lesz a határ. Még a jég zajlása előtt be kell hozni a királyt.
Miért pont a jégzajlás? Hát mert teszteljük a saját, hogy úgy mondjam, jelenségvilágunkat. És gyönyörű a leírás, hát olyan gyönyörű filmeket lehetne forgatni, de jobb, hogy nem vetemednek arra, mert Isten tudja, hogy mi kerekedne ki belőle, de egy biztos lehetne. Képzeljük el azt a jelenetet, és az egyik, hát már legalább 17 éves ez a forgatókönyv Mátyás királyról, kiváló színész rendező írta egyébként a forgatókönyvet, ez a jelenet is bekerült. Tehát Mátyás életét dolgozta volna fel. Hogy Prágából, amikor jön haza, tehát megtárgyalják a cseh királya Poljebrá Györgyel, mik a feltételek, átlép a határfolyón, és hajnal van. Hát mondjuk téli időszak, tehát ez azt jelenti, hogy nem nyári hajnal, hanem olyan 7 óra körül. Éppen kel fel a nap. Keleti irányból, és a felkelő napnak a rózsaszín bíbor fénye, hogy havas zuzmarás tájon, ahogy így végig suhan. Tehát azt azért nagyon szépen el lehet képzelni, hogy milyen szín és fényhatások jelennek meg. És Mátyás elindul egyedül az övéi felé, és leírja a Bonféni. Térdre esnek a katonák és zokognak. Na most ki az a 15 éves, meg közben 15 éves fiú? Hát már magamból indulok ki, hogy 15 éves korára az ember visszaemlékezik. Szóval kicsit más időszámítás van ott, ahol az embert hagyják az élettapasztalatok, az emberi élettapasztalatok mentén kibontakozni. Hát 16. életé volt a nagykorúság, hogy érthető legyen. Tehát röviden és tömören elindul. Egy szál maga, és mindenki letérdel, mindenki zokog és diadal. Mámorban. És megint Bonfinére utalok, mert ő kortársaktól gyűjtötte be ezeket az élményszerű leírásokat, hogy mindenkivel. Tehát és itt jön az igazi uralkodó. Mindenkivel kedves, mindenkivel nyájas, mindenkihez van egy-két nagyon jó szava, mindenkit bátyámnak, öcsémnek, apámnak, anyámnak szólít, és a méltóságából nem veszít semmit. Majd kicsit idősebb korában van, amikor a katonái sebét ő maga kötözi. Van, amikor enged egy kicsit a katonáinak nagy nehézségek után, hát ez italféleséggel jár, felkavarodnak dolgok, és jönnek ki. És van, amikor ő segítkezik. Na de mit jelent? Olyan nincs, hogy megveregetik a vállát, hogy kösz, Matyi, ez jó volt. Tehát az igazi uralkodó az milyen? Egyszerre hihetetlenül közvetlen és emberi, ugyanakkor pedig minden ember számára egy olyan belső, felső minőséget képvisel, amire azt mondjuk, hogy mögéd állunk és követünk téged. Tűzön, vizen keresztül. Mátyás királynak, megint Bonfinit idézem, nem nagyon voltak hivatalos testőrei. Miért? Tő maga hogy nyilatkozott? Hát akit szeret a nép, annak mi szüksége testőrségre? Tehát ezt csak azért mondom, hogy ezt nem lehet propagandafogásokkal elérni. Azt tudjuk, hogy ki próbált propagandafogásokkal elérni, és soha nem sikerült neki. Állt a mezőn, búzakalász volt a kezébe, plakát és vizsgálta. Senki nem vette komolyan, hogy ő ért mondjuk a búzához, az élethez, az aratáshoz. A 20. századra gondoljunk. Nem is olyan régen is volt egy olyan vezető, hogy mindenhez értett. Mondta is magának sokszor. Na minden esetre tehát ez nem az a kategória. Itt tényleg, hát emberek között, tehát nem lehet hazudni. Tehát embereket nem lehet becsapni, mert észreveszünk, hogy hát ez nem az. Ez messze nem az. Na de vissza, kanyarodva még az jégzajlás előtt be akarták Úristen hozni, hát valószínűleg maradjunk annyi, hogy én kérek majd folytatási lehetőséget. És akkor ez egy ilyen mondai alapozás volt, mert hát most így abba hagyni eléggé szomorú és fájdalmas lenne, de minden esetre abban a pillanatban, amikor így a Dunakanyar tájékán megjelennek Esztergomnál, és át kell kelni a Duna túlsó partjára, abban a pillanatban beindul a jégzajlás. Megjött Mátyás. Nem én mondom, Bonfini írja le.
hogy gyakorlatilag beindul. Abban a pillanatban beindul. Töri a jeget, ha talál, ha nem talál, csinál. Nos, mind a kettőt a nemzet tényleg kipróbálta. Na de jön az egyéni bravúr. Hát egy Mátyás csak nem fog ilyen fahídon, vagy csónakhídon, vagy valamilyen könnyebb megoldást. Hát ha valaki hallotta már, hogy hogy zajlik a jég, az nem olyan egyszerű ám. Ott, mintha ágyúznának. És a jégen megélni földrengést, az ember nem nagyon érzi magát biztonságba. Miért? Mert hirtelen elindul. Rianások vannak. Tényleg döbbenetes. Olyan hanghatások, hát hiába mondom, ha valaki nem tapasztalta, annak tényleg van ereje. És így átkelnek szépen. Néhány lovassal az élen, és megint a kortársak írják, és mindenki Mátyás, hogy úgy mondjam, hivatottságának, szerencsén, mert csodának tekintették ezt az egyszerű dolgot is. És akkor az utolsó szó jogán tudni kell azt, hogy ő választott király 1458-ban, tehát megkoronázni nem tudják. Miért? Mert nincs itt a magyar szent korona. Majd ő fogja ember feletti áldozatokat mozgósítva visszaszerezni azt, amit az apjának, Hunyadi Jánosnak sem sikerült. Hát a nemzet mindig megpróbálta koronáját visszaszerezni, csak nem sikerült. Nos, kérdés, ki ez a Hunyadi Mátyás? Hogy gyakorlatilag annyira könnyedén sikerül neki, hát azért nem, mert 1458-1463, de ki ez a Mátyásság? És akkor ez egy nagyon szép figyelmeztetés, hogy Mátyás akkor jelenik meg, és most ne a mi történelmünkre, hanem a közös emberiségű történetére gondoljunk. Mikor jön Mátyás apostol? Eredetileg nincs benne az eredeti 12-es seregletbe. Nincs benne. Ha egy nagyon nagy rossz bekövetkezik, na akkor kell jönnie. Tehát eleve a származás is nem főágról, törvényes ágról jön, hanem úgymond oldal, természetes ágról jön. Tehát ez azt jelenti, hogy tartalék. Tehát akkor küldik be, vagy akkor kapja meg a sorsot, amikor az a szörnyű esemény bekövetkezik. Milyen? Mert más viszont nem tudja orvosolni. Tehát emlékezzünk vissza, Júdás elárulja Jézust. Nem tudja, tehát őt bántja, mert különben nem akasztotta volna föl magát. Tehát ő halálba menekül. Tehát ő belül valamit, hogy úgy mondjam, nem ért egyet ezzel a gaztettével. Nem menti fel semmi egyébként, mert nem törvényszerű, hogy áruló legyen valaki, nem törvényszerű az ember fiát elárulni, tehát nem törvényszerű. Péter is áruló volt, ha végig gondolom. És lehet, hogy Péternek, Szent Péternek a tagadása jobban fájt Jézusnak, mint Júdásnak, mert Júdását lehetett tudni. Tehát egy mozgalomnak, a akkori felszabadító mozgalmaknak az élharcosa. Ha nem választod azt az utat, elnézést, akkor nem tudunk veled, nem tudunk követni. És akkor majdani Szent Péter erősködik, hogy én megvédelek, én veled vagyok. Mit mond Jézus? Szomorú Péter, amire megszólal a kakas, te háromszor már megtaladsz engem. És hogy milyen jelentős ügyről van szó, maga Mátyás kérdezi meg, Giovanni Gatti, ez egy püspök teológus, aki Magyarországon jár, Galeotto írja le, tehát az észjárást keressük most. És végül bekönyörgi magát Mátyáshoz, mondva, hogy bármit kérdezhet a magyar király, minden teológiai kérdése, mint mennyből az angyal, ő meg tud válaszolni. És Mátyás szerényen mit mond? Hát gyerekkorom óta foglalkoztat egy kérdés, hogy hogy lehet, hogy a mi Urunk Jézus nem Jánosra bízta az egyház vezetését. Jánosra, aki szeplőtelen, aki kitart mellette, aki nem szalad keresztfal alatt, és ott áll, és földi pályafutását végül is a keresztván Jánosra testálja által. Anya, íme a te fiad. Hát lehet érzékelni, hogy lent Szűz Mária van, és János van. Tehát ez azt jelenti, hogy innentől kezdve, hát eleve az utolsó vacsorán János apostol, evangélista, Jelenések könyvének szerzője Jézus kebelén nyugtatja a fejét. Még a hány festményen festik ezt meg? Ez
Ez azt jelenti, hogy Jézus lelkéhez, mert ez a lélek, apostolok közül János, mert a fej az a szellemiség, szellemisége áll a legközelebb. És Mátyás nem véle, persze, hogy Szent Jármosra hivatkozik, de nem ez a lényeg. Giovanni Gattinak tudni kellett volna. Erkölcsi kérdés. Hogy hogy lehetséges az, hogy rábízta az egyház vezetését? És nem a bűntelen, a tiszta, a végig állhatatosan kitartó. És elmondja, ha engem egy katonám elárulna, azon nyomban, példás büntetésben részesíteném. Hogy lehetséges ez? Erre jön a válasz, egy akkora titok, hogy csak az ég angyalai, hirtelen nem tud rá válaszolni. És akkor Mátyás mondja, hogy van erre egy nagyon egyszerű, magvas válasz, az egyháznak megbocsájtónak kell, kegyelem. Tehát János a maga tisztaságából indult volna ki, és a vétkesnek nem bocsájtott volna. Péter megjárta a hadak útját, és megbánta bűnbánat, hitt az isteni kegyelemben, na ebben nem hitt már Júdás, tehát a kegyel a bűnbánat után, és ez volt tulajdonképpen az oka. Na de visszatérve, nagyon szép a jelzés, hogy érzékeljük, hogy itt milyen erők működnek, ha üdvtörténeti szinten tárgyaljuk. Pünkösdi, csoda, Szentlélek lángnyelvekben való kiáradása, és 11 apostol van. És mit mondanak? Sorshúzással eldöntjük, hogy ki lesz. Hát a kiesett helyére kell valakit választani. Ketten vannak. Az egyik Justus, nem is tudom, hogy Justícia, Justus, mint az igazság név alakja lenne. A másik Mátyás. Na, itt már a Mátyás igazságos. És a választás Mátyásra esik. Na, mi történelmünkben ez mit jelenthet? Röviden, tömören. 1440-ben olyan történik az országban és a világtörténelemben, ami páratlan. Ellopják az ország szentnek tételezett és valóban szent koronáját, minden jognak a forrását, élő minőségnek tételeződik. És gondolom tudjuk, hogy valaminek lennie kell, mert egy tárgyhoz, egy nemzet miért ragaszkodna, hogy ember feletti áldozatothoz. Egyébként történt Fügedi Erik, Benda Kálmán Korona regénye című kis könyvében 78-ban, amikor az Egyesült Államokból fogságából 33 év után hazakerült a Szent Korona, le is írják, történész észreveszi. Hát ilyen nincs a világtörténelemben. Hatalom csúcsán lévő egészséges ország, hadiereje, legyőzhetetlen királya, fiatal, aranybányái, kimeríthetetlen, élethez minden megvan, és az önállósághoz. Hát ekkora áldozatot hozzon. Most azt külön nem is fogom elmesélni, hogy az mit jelent. De érződik tulajdonképpen, hogy itt valami a háttérben lengedezik. És végül, ha én tudom, hogy az igazság, sol justitia, igazság napja, e világ világossága, a világ világossága, hát ez Jézus neve a liturgiában, igazság napja, Mátyás igazsága, igazságos Mátyás, akkor egy nagyon bonyolult tétel következik, hihetetlenül gyorsan. Hány nap van az évben? Hát én úgy tudtam, hogy annyi van, amennyi van, csak mindig elfelejtjük, hogy 365 és egy negyed nap. És ez a negyed nap 4 évenként egy teljes napot fog kiadni. Különben nem tudnánk az időt számon tartani, ami nagyon nagy bonyodalmat okozna. Nem is tudjuk, hogy a gyarmatosítók először, ahol gyarmatosítottak, mi volt az első, amit pusztítottak. Hát nyilván a helyi szellemi vezetőséget nem kegyelmeztek, és amit az ember nem ért, a naptári időszámítást. Onnantól kezdve nincs szellemi vezetés, nincs lelki irányítás, és nem tud utána nézni, utána járni. Na minden esetre 4 évenként szökő év van. És ezt hogy nevezik? Mátyás ugrása. Miért? Mert ha valaki nekem ezt meg tudja magyarázni, mindent meg lehet egyébként, hogy miért iktatnak be ott egy olyan szökő napot, amikor Mátyás napja a kalendáriumban, itt Mátyás napja, átugrik a következő napra. Ha nem lenne egyszerű február utolsó napjához beiktatni egy napot. Tehát ez az egész Mátyás história sokkal izgalmasabb, sokkal lényegesebb, sokkal érdekesebb,
Nem véletlen az, hogy például a délszláv népek hagyományában mind a mai napig váltik, például a szlovén nép hagyományban. Mátyás nem egy király a sok közül, hanem magyar király. Ők se értesültek, hogy hát miért lenne magyar. Tehát, hogy érthető legyen. Hát itt az Adriai tengertől tőlünk lefele, a Fekete tengerig, egymással békétlenül, békésen nem magyar szláv népek váltig állítják, hogy magyar. Akkor mi a probléma? Akkor mi a gond? Na de nem ez a lényeg, hanem mi a lényeg? Az, hogy megváltó típusú király. Mert majd eljön a világnak az az időszaka, amikor a gonosz már úgy elhatalmasodik, hogy el kell jönni a segítségnek is. Persze, hogy majd jön az égből, de előtte honnan jön? A budai vár hegyéből jön. A várhegyből jön. Miért? Mert Mátyás fekete seregével ott alszik bent a hegy belsejében. Ez nem csak magyar hagyomány. És nem helyettesítik be másokkal, hanem ez bizony Mátyás, a budai várhegy. És mi ez? Igazítják karácsonykor, honnan tudjuk, karácsonykor megjelenik egy gyönyörű madár, aranymadár, dalra fakad, és a hársfa, hát karácsonykor télen nem szokott, kivirágzik, és az illata mindent betölt. És az énekre a hegybe karácsonykor, nem tudom, ki született karácsonykor, tehát ezt már csak házi feladatnak adom fel majd, hogy nézzenek utána, tehát hogy mi indítja be az eseményt a mondai hagyományba. A születés, a fényújjá születésének ünnepe, csak hogy eljön az idő. Tehát a világba igazság kell, rend kell. És a legmagasabb rendű, rangú, kozmikus, egyetemes rend. Felébred a fekete sereg, persze Mátyás, felébred a fekete sereg, megnyílik a hegyoldal, kijönnek és elkezdődik egy három nap, három éjjel tartó Armageddon, egy hatalmas nagy csata. És végén győz Mátyás. Legyőzi minden olyan gonoszságot, legyőz, ami az emberiséget addig szipolyozta, és újra beköszönt az emberiségnek új, igaz, arany, békés, gyönyörűséges kora. És kitől várják? A magyar királytól, Mátyástól. Meg hát gondolom arra várunk, hogy befejezzem, tényleg be kell fejezni, de elnézést, én javaslom, hogy legyen majd egy folytatás, ami nem egy ilyen mondai színezettel, hanem megnézzük tényleg azt a mátyási életpályát, mert most akkor megvolt az előzmény, aztán megnézzük, hogy még mi kerekedhet ki ebből, mert ez még tényleg a előszobák előszobájáig jutottunk el. Köszönöm szépen a figyelmet!